két gyrosztál, rendben, csípős caciki. Jó. Oké. Visszük egy fél óra. Köszi, szia! Az egyik dombovári büfében ismerős arc szolgálja ki a vendégeket, Kaposvölgyi Bálint készíti a gyrosztálakat vendégeinek. Napokon keresztül nézhetjük esténként a fiatal srácot az egyik kereskedelmi csatorna túlélő showjában, a Survivorben, ahol 13 napot töltött. A Fülöp-szigeteki megmérettetés sajnos nem bírta sokáig, saját maga adta fel a játékot. Én már az első pár napban éreztem azt, hogy nekem nem itt van a helyem, tehát én nem ide való vagyok, sem fizikailag, sem mentálisan. Elmentem, megpróbáltam, amikor feladtam, igazából a jó dolgot éreztem, azt, hogy jól döntöttem, haza kell mennem, ez volt életem eddig legjobb döntése, és így utólag se bántam meg. A dombovári játékos azzal indokolta a döntését, hogy nagyon kevés ételt kapott, nem bírt így a szigeten maradni, valamint társaival sem találta meg a közös hangot. A közösséget annyira nem szívleltem, ők se engem, nekem elég nehéz az alkalmazkodó képességemmel gyűlőre jutni. Sok embert szerettem, sok embert nem, de hát Isten, nem azért mentünk oda, hogy szeressük egymást. A műsorban nagyon sok negatív jelzőt akasztottak Bálintra, miszerint ő agresszív, beképzelt és elviselhetetlen. Munkatársait kérdeztük, mi igaz ezekből rá a való életben. Ez igaz, hogy a véleményét kimondja, de én agresszivitást nem vettem észre eddig nála. Pörgős, tehát tudja csinálni a dolgokat, nincs vele így probléma. Mennyire könnyű vele megtalálni a közös hangot, hogyan jöttök ki? Velem nem volt gondja, hogy ha egy kicsit visszaszólok, akkor én is visszaszólok neki, tehát ebben nincs probléma. Bálint elmondása szerint nem foglalkozik a negatív kommentekkel, az emberek véleménye ellenére is jól érezte magát, hiszen ez a műsor nélkül talán soha nem is juthatott volna el a Fülöp-szigetekre. Az összes feladatban úgy gondolom, hogy oda tettem magamat. Elő voltam mindegyikben, jól játszottunk, ahol tudtam, ott mindent beleadtam. A fiatal srác elmondása alapján sok barátja keresi fel, mindenki az átélt élményekről faggatja. Bálint azonban nem foglalkozik semmi mással, csak azzal, hogy felépítse saját vállalkozását.